Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Blockchain Tudásforrás, én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arra fogok beszélni, hogy a Binance-nek sikerült a 83%-át annak az ellopott pénznek lefagyasztania, amit ugye Hétfőn a Curve Finance, ugye, hekkelésével vittek el. Aki nem tud, egyébként erről hírről külön is annyi hekkelés, hogy már ezt nem lehet követni. Viszont ez most egy siker sztori. erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy akkor ez hogyan is történt. Aztán itt van a BlackRock, ami ugye egy ilyen Private trustot szeretne indítani az intézményi ügyfelei számára, méghozzá ugye, Bitcoin alapon. Tehát azt lehet látni, ezt tegnap jelentették be, hogy nem csak a Coinbase-szel indítottak partner kapcsolatot, de egyre komolyabban gondolják ezt az egészet. Aztán a harmadik hír pedig egy érdekes információ, hogy a MakerDown-nak a, a társalapítója úgy gondolja, hogy ki kéne venni a USDC-ből a pénzt, és inkább azt Ethereum-ba áttenni, ami ugye nekik ugye ott biztosítja, szolgál a, a DAI-hoz. Hát... Azért ennek vannak visszaélési veszélyei, mit mondott erről Vitalik Buterin, azt is hamarosan elmondom, és hozom majd a kérdez felelek rovatot, szóval ezekről lesz szó a mai videóban. És hogyha szeretné jó kriptós alapokat szerezni, akkor ne felejtsd el, hogy ennek a könyvnek, amit láttál, most a héten jelent meg a második, frissített kiadása, tehát abszolút up-to-date, az azt jelenti, hogy 2022-es adatokor és egy plusz egy leckével fejezettel, inkább fejezettel bővült a, ami, ahhoz a könyvhöz képest, ami ugye 2021 novemberében jelent meg ugye először, tehát nem nagyon régen, de én nagyon figyelek arra, hogy mindig napra kész legyen ez, viszont magánkiadás, azt csinálok, amit akarok, én döntöm el, és úgy gondolom, hogy mindig úgy nyomtatom majd újra, hogy mindig frissítem és frissítem, hogy bármikor is megveszed, akkor te úgy érezd, hogy jó, tényleg olyan adatok vannak benne. De egyébként ne felejtsd el, hogy itt a linkre a videó alatt kattintasz, az első link, amit van a videó alatt, akkor ez idehoz téged, és nem csak a könyvnek van itt a honlapja, a kriptoskönyvek.hu, hanem hogyha magyar nyelven akarsz videókurzusokat, akarsz tanulni a bitcoinról, a blokkláncról, a stratégiáról, az NFT-kről, sőt ingyenes képzés is van, azt itt megtalálod a kurzusok között. Hogyha biztonságban akarod tartani a kriptódat, ugye akkor itt van például egy Ledger tárcához egy link, Egyébként valaki ma írta, és kipróbáltam, még mindig működik, ha visszamentek a videóba az a kód, amit elvileg, vasárnapi kellett volna működni a 10% kedvezmény, tehát kicsit visszamentek múlt hétre, amikor betettem azt a kódot, próbáljátok meg, mert a mai napon még mindig működött bár, erről nem kaptam egyébként uh, hírt. Na, de nézzétek meg itt a linkeket, mert egyébként ezek fontos dolgok. Itt van a Patreon is apropó Patreon. Föltettem, ugye, most egy információt, csak azért ilyen ár, tehát burkoltam fogalmazok, mert egy limitált dologról van szó, és nincsen belőle már majd túl sok elérhető, viszont Patreonosok mindenképpen nézzétek meg, mert amikor föltettem tegnap, akkor, akkor az első adag az, az, az nagyon hamar elfogyott, és uh, most még van egy pici lehetőség, de aztán, aztán, aztán utána uh, nem lesz. Tehát ha patreon vagy, akkor mindenképpen uh, megy föl, ez egy jó, föl, szerintem ez egy jó lehetőség. És ugye héten, héten a mai napon fölkerül a heti elemzés is. Na jó, nézzük meg akkor a piacot gyorsan. Szóval jelenleg a bitcoin 3%-os mínuszban 23.791 dolláron, míg az hát kb. 1 ot esett, 1876 dolláron. Aztán megnézzük a nyerteseket, Anchor vezet 37 a, a Hulvi Token 19, majd itt írjunk klasszik a harmadik helyen 8 os emelkedéssel a top 100-ban. Az esések között pedig vezet, azaz a Tor Chain 8 ot esett, 24 óra alatt Lido Dow 7-et, majdnem 8-at, Convex Finance pedig szintén majdnem 6 ot és lehet is látni, hogyha megnézitek itt, akkor a tegnapi gyertyák, hát ez minden csak nem erős, tehát nézzétek meg ezt a, a, a gyertyát, eltűnt a teste, eltűnt a teste, és itt valahol leesett a bokájához, tehát ez azt jelenti, hogy abszolút a tegnapi napnak a végét a medvék uralták, tehát hiába mentünk föl egy magasabb csúcsra, abszolút ezt leverték, és legtöbbször az ilyen gyertya után egy piros gyertya ö, szokott ö, születni, van kivétet, azért nem mondjuk, hogy, hogy tutira mindig az van. Jelen pillanatban abba vagyunk, de még azért a napnak közel nincsen vége. És hát ugye, megyünk szépen itt a, a, vonal mentén fölfelé, de hogy ez meddig fog tartani, ugye ez egy jó kérdés, mert azért itt most sok minden szerepet játszott ebben az emelkedésben, ugye először is itt nagy esés után ki voltunk éhezve egyik, kettő. Ugye most kijöttek a kedvezőbbnek tűnő öm, CPI számok, ami nem jó, hogy 8,5 az infláció 8,5 százalék az csak jobb, mint ugye az előző hónapban, az megelőző hónapban volt. Aztán most az Ethereum Merge is ugye hoz mindenképpen egy kis lendületet. Hmm, de hát azért nézzétek meg, hogy olvassátok a cikkeket, akkor például Németországban, hogy áll jelen pillanatban helyzet, ugye ott az energiák, a dolgokat nézzük, energiával kapcsolatos problémákat. Azért kemény, Őszünk és telünk lehet. És azért itt van a, a recessziósabb. Na mindegy, szóval összességében ez nagyon-nagyon-nagyon könnyen egy ilyen relief rally. Gyenge, ha a volument nézzük, és ki tudja meddig fog tartani. Aki hosszú távon van benne, vagy általában én is így gondolkozom, annak igazából most ez tök mindegy, mert, mert most kicsit fölmegyünk, egy kicsit le, a lényeg, amikor jó pozíciók vannak, vagy dc zel akkor, akkor veszel, és egyébként pedig akkor majd, ha kilövünk, fölmegyünk, akkor eladsz. Aki szeretne fogni ezeken, az, az legyen nagyon éber, mert ki tudja, hogy, 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 ez, ez meddig tart, és aki mondjuk akár Ethereum volt, és tudott 1000 dollár körül venni, hát aznak most 1800 körül van, az ebben a helyzetben szép profit megy még följebb. Hát itt tudom én, nem, 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 tudjuk igazából a, a jövőt, nyilván a mergig, ami még szeptember közepén várható, elképzelhető felfelé menetel, de hogy utána majd hogyan fog reagálni, amikor majd megtörténik a dolog, az már egy másik kérdés. Na jó, de akkor menjünk rá az első hír. Az első hír pedig nem szól másról, mint Binance szuperhősként közbelépve lefagyasztott 83%-ot abból a kriptóból, amit bizony hétfőn a Curve Finance oldalán keresztül loptak el. Egy újabb hekkelés történt uh, hétfőn, de már annyi van belőle, hogy uh, szinte már én sem tudom igazából követni, nyilván tudtam róla, de külön hírként egyébként nem tettem be, mert nem egy akkora összeg, sok pénzről van szó, de nem egy akkora összegről van szó, mint amikor ilyen sok milliós uh, történet van, hanem uh, itt jelen pillanatban arról beszélünk, hogy 570 uh, ezer dollárt loptak el uh, a hétfőn a folyamán. Viszont ugye Többféleképpen próbálták ezt beküldeni a binance re és hát ugye ez a jó a kriptóban, hogy ugye teljesen transzparensre le lehet nyomozni, és pontosan ezért Binance így be tudta azonosítani, hogy mely címekről jött az, ami ugye ebből a lopásból származik, és 83%-át már le is fagyasztotta, és jelen pillanatban ugye a törvényhozókkal azon dolgoznak, hogy hogyan fogják az eredeti tulajdonosaiknak ezt visszajutatni. Tehát megfogtak az 570-ből 450 ezer dollár értékben. Itériumot ugye úgy tulajdonították el a, a, a platformról. És igazából ez a, ez a, nem tudom, cash poisoningnek hívják ezt a fajta DNS támadást. A lényeg az, hogy a felhasználót, aki ugye ott nézi a monitort, verik át, mert ugye ö, úgy csinálnak, hogy egy, ugye ezt a, 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 megtámadják ugye a DNS-t, és akkor innentől kezdve egy olyan felületet tesznek föl, amire te azt hiszed, hogy az az eredeti felület, és akkor ott kiadod azokat az információkat, amiket nem kéne, de lehet, hogy simán be akarsz lépni a, a, a a, és a, a dolgaidat, de hát ez bizony nem oda megy. És ugye ezt nagyon nehéz ö, ugye ö, kiszúrni. És így, eltulajdonították a, a, dolgokat. Egyébként a, 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 a DNS-ről az INS-re való átváltás, ezt, 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 többen javasolják, mert az nagyobb biztonságot adna, hiszen ugye annak a mögött ugye van kettő darab ilyen okos szerződés is az itériumon. De lényeg, most nem menjünk bele itt a technikai dolgokba teljesen, inkább csak annyit mondanék, hogy, hogy, hogy ez volt a, 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 probléma, így sikerült eltulajdonítani ezt a mennyiségű kriptót, amit most úgy néz ki, hogy a Binance egyébként egy másik váltó is volt, ahol beszállt és egy pár napja közölte, hogy ő is elkapott egy pár itériumot. Na, szóval például a váltók tudnak ebben segíteni ilyen esetben. Na jó, következő hír, a következő hír a BlackRockról szól, akik egyre komolyabban gondolják, hogy itt a, a kriptóvilágban részt fognak venni. A BlackRock ugye nemrég arról számoltam be pár nappal ezelőtt, hogy a Coinbase-szel lép partner kapcsolatra, hogy akkor az ügyfelek ugye, a Coinbase-en keresztül tudjanak ugye a kriptót vásárolni, és Coinbase tárolná egyébként a kriptójukat. Most pedig ugye azt mondta, hogy egy ilyen, ezt tegnap be, hogy egy ilyen private trustot, ugye ezt, ezt a ilyen vagyonkezelést, a, a bitcoin alapot próbál, a, vagy fognak a klienseiknek, egyébként az intézményi befektetőknek ugye biztosít majd a BlackRock. Ez is azt mutatja, hogy óriási igény van az intézményi befektetők részéről, hogy ők szeretnének igenis kriptóba tenni, főleg bitcoinba. Ezért is van ez. Tehát, hogy nem csak a BlackRocknak volt a saját ötlete, feltételezem, hogy na, akkor csináljuk, hanem egy nyomás van. A, azok felől, akiknek a, kezelé, a pénzét kezelik, ugye a világ legnagyobb eszközkezelőjéről beszélünk, több mint 8 billió dollárnyi ö, pénzt kezelnek ők igazából, és akik ugye velük kezeltetik a pénzt, ők azt mondják, hogy figyelj, igen, érdekelne ez a bitcoin dolog, és csináljunk már valamit. Tehát van rajtuk egy nyomás, és úgy néz ki, hogy abszolút ebbe az irányba akarnak menni, és hát itt azért rengeteg pénzt tud e, ilyen módon egyébként majd a kriptóba úgymond beáramlani, és ugye ezt a kriptót kicsit jobban föllendíteni. Én minden esetre azon a véleményen vagyok, hogy nagyon fontos, hogy a, 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 akkor, hogy mondjam, jöhet egy nagyobb lendület, hogyha a szabályozások, kicsit a helyükre kerülnek az Egyesült Államokban. És nem kell persze mindennek rögtön, de mondjuk a bitcoinnal kapcsolatos és a stablecoinokkal kapcsolatos szabályozások, ezek úgy helyreállnának, és úgy feketén fehéren azt nem persze majd megyünk, megyünk előrébb is, az már azt eredményezhetné, hogy rengeteg intézményi pénz indulhatna meg a kriptó irányába, ami ugye egyszer csak felhajtó erő lesz. Hogy ez mikor következik be, ugye egy Bitcoin Spot ETF az USA-ban abszolút segítene, egy indítás lenne ehhez, és utána ugye a következő lépések, a szabályozások. Ez nyilván a következő években bármikor, vagy időszakban bármikor bekövetkezhet, és az onnantól kezdve akár egy újabb kilövést eredményez. Tehát nem tudjuk a jövőt. Ez nyilván ezen a ponton csak feltételezés. Na jó, a harmadik hír pedig arról szól, hogy a MakerDAO társalapítójának van egy merész ötlete, hogy tegyük át a USD-szinket, mármint, hogy ők Ethereum-ba, hogy miről van szó, szóval már is mondom. Ugye a MakerDAO-nak a DAI a stablecoin-ja, és ez igazából ugye ennek egy része USDC-ben van fedezve, és itt igazából az ő állítása szerint a 3,5 milliárd dollárról beszélünk, olyan érték USDC-ről. Viszont ők kicsit úgy vannak, hogy ugye ott a Coinbase-t és a Circle-t ugye piszkálják a hatóságok, és akkor azt mondja, hogy nehogy az legyen egyébként is, hogy a Circle bármi módon be tudja fogyasztani az ő USDC készletüket, ugye bármilyen ilyen, ilyen galiba esetén, ezért úgy gondolja, hogy ami ott nekik stablecoin van, azt inkább Ethereumba kéne tenni, és ez lenne majd a biztosíték. De maga Vitalik Buterin, az Ethereum, ugye szintén egyik alapítója, is nyilatkozott erről, és az, hogy ez egy borzasztó ötlet. Pedig biztos, hogy felhajtó hatással lenne az Ethereum árára, mert azért elég nagy pénzről beszélünk, 3,5 milliárd dollárról USDC-ből át ethereum -ba. De hát azért gondoljunk bele, hogy mi van. Tehát az Ethereum júniusban még 900 dolláron volt. Most 1800 dolláron van. Tehát iszonyú volatilis. És valahogy ott 4800-ról arra, ugye a 900 dollárra is lekerült. É, és itt arról beszélünk, hogy ugye itt a, a fedezetét biztosítaná. Hát nézzük a teránál mi történt, amikor itt fölborultak a dolgok. Szóval ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, és egy ilyen dolgot mögé tenni fedezetként, ami ennyire volatilis, nagy veszélyt jelentene. Tehát ez volt a javaslat a társadalmi részéről de azért úgy volt sziszen és fölsziszentek az emberek, és, és maga Vitalik Butorin is, hogy á, azért, azért ezzel óvatosan. Na de majd, hogy mi lesz ebből, azt meglátjuk, de egy kis sport kavart ez mindenképpen, hogy valakinek ilyen ötlete van. Na jó, és akkor jöjjön a következő etap, az pedig nem más, mint a kérdezfelelek rovat. És hogyha neked is van kérdésed, akkor mindenképpen írj az aktuális videó alá, nem csak kérdésével, természetesen jönnek kommentek, ötletek. Ez egy olyan fórum, amin, amin tök jól lehet egyébként beszélgetni, és nagyon kultúráltan. Az fontos, hogy egyébként nincsen vele gond, nagyon, nagyon, nagyon ritkán van. Tehát vegyük úgy, hogy itt mindenki tanulni szeretne, és, és segítsük egymást. És ugye esetleg valami olyan dolog van, amit te másképp gondolsz, akkor nem kell a másikra azt ráöltetni, hanem de viszont ugye föl lehet fedni, hogy ezért és ezért és ezért, mit tudom, én így gondolom. És akkor így tanuljunk egymást, ez nagyon klassz. De egyébként ez működik, ez működik egyébként itt. Meg is osztom akkor a képernyőt, keressük meg a elsőt. Szia Attila. A Fed elkezdte szorongatni a Coinbase, nincsen bajmani usd pont itt volt ez is. Csak mert több ezer darabot tartok a Binance-en, még nagyobb futó tűzre számítok, és muszáj vagyok váltón tartani a stablecoin de ezt mind USDC-ben teszem. Szerinted Hát azért itt legyél tisztában két rizikó van. Először is egy, egy centralizált Binance-en tartod egy váltónak kiszolgáltatva a dolgot. Ez csak egy. A másik meg egy dologban tartod. Annak ellenére, hogy én abszolút USDC párti vagyok, de, de azért Tudjuk azt, hogy, hogy hogy ezek centralizált dolgok, tehát nem mint a bitcoin, ami decentralizált. Tehát hogy ez egy centralizált dolog, és ennek vannak mindenképpen veszélyei. Amit azt mondtad, hogy muszáj ott tartani, erre biztos megvan az okod, nem tudom, hogy miért muszáj, mert egyébként, ha nem tudnám az okot, akkor egyszerűen tudod ugye simán kint tartani, és akkor legalább egy, egy veszélyt akkor, akkor, akkor kivettél a kalapból. De, de persze, persze ezt, ezt, ezt te tudod. Van olyan ember, aki azt mondja, hogy azért tartom váltón a pénzemet, hogy azt az alsó árat, azt azt akkor ott elcsípjem, és akkor ott meg tudjam venni. De hát én azt mondom, hogy ez mindig csak a rövid távú tervek. Tehát e, aki rövid távon nagyon hirtelen meg akar gazdagodni, igen, de rengeteg kockázatot vállal. Tehát az összeset föltolni mondjuk egy váltóra, az, az mondjuk az hát én olvasatomban kemény. Inkább lemaradok az alján névő vásárlásról teljesen, amikor úgy néz ki, hogy már ott jók vagyunk, megtaláljuk az alját, akkor utána e, veszek valamit, amikor már nincs ez az, az őrület, és utána én magam úgy vagyok fel, hogy kiutalom onnan, mert e, mert hosszú távon szinte tök mindegy, de az emberek általában kapzsiak és sokszor, de biztos, hogy ez van nálad, most ne, ne érts félre, csak azt mondom, hogy, hogy ez szokott lenni, ezzel biztos, hogy, hogy nem értenék egyet, hogy csak azért tartsuk váltom, hogy a, a fölleg ilyen egészet. Mert azt mondod, hogy oké, okay, beállítottam, nekem is van egyébként váltom beállítva különböző etap lefelé de hát nem úgy, hogy portfóliónak a nagy századéka, hanem, hanem csak szépen finoman, hogy azokból tudjak csipegetni, hogyha egy picit ugye lemegyünk, akkor állja készen arra. Szóval azért tud a rizikóját ennek. Valaki írja, hogy énnek hülye idióta vártam az 500 dolláros itériumra. Először is mit tudjuk mi, hogy mit hoz a Ez egy dolog. Viszont a másik az, hogy valamiért az emberekben az van, és ez nem lesz szajja dolognak, hogy a bitcoin, amikor 69 ezeren volt, akkor azt mondták, hogy apá, egyszer 40 ezeren vagy 50 ezeren lesz, csak 50-en legyen, én veszek, esküszöm. Az elértük az 50-et, mentük a 40-re, azt mondták, hogy hm, megy, ez még lejjebb, 30 És igazuk volt, megy, de egyszer majd lesz egy forduló. És ha mindig arra gondolunk, hogy na majd, amikor nagyon len lesz, akkor veszünk, ezek az emberek, és nem rád mondtuk, hogy csak úgy általában mondom, ezek az emberek leszoktak maradni mindig a vásárlásról, és utána iszonyú kaparással, amikor most az Ethereum 1800-on van, és akkor, és akkor végén fomo majd 2002 ről rávásárolunk, utána hogy újra esik. Tehát azért ne felejtsétek el, hogy ami fölvegy, meg legy le is. Tehát vándorlunk. Nem találják, a profik, a legnagyobbak, a legrutinosabbak nem találják el az alját, nem találják el a tetejét. Amikor ilyen nagyon jó vételi pozíciók vannak a piacon, akkor aki DCA-zik, tehát dollar cost averaging, tehát általában vásárol, ez nem tanács, csak hogy ez a statisztika, az hosszú távon, nem egy-két hónap alatt, mert a kripto nem a gyors meggazdagodásról szól, akinek még nem esett le, egy-egy kivétel, ugye, aki így szedte meg nagyon gyorsan magát, hanem hosszú távon tényleg egy, egy 5-10 éves tervet nézve gyönyörű sikereket lehet elérni hogyha megfelelően van diversifikálva a portfólió, és, és, megfelelően van arányosítva a különböző kriptókban, mire úgy gondolod, hogy, hogy, hogy jó lehet. Szóval, ha gondolj bele, hogy nem, tehát 4800 volt az Ethereum, és aki, nyilván, aki nem hisz benne, mert Bitcoin maxi, az nem fog bejönni aki hisz benne, tehát csak abba tegyél, amit te úgy gondolod. És akkor ez teljesen jó, hát te magad meggyőzöttél róla, te magad állod érte a felelősséget de azért a 1000 dolláros, 900 dolláros itérium nem volt olyan rossz a 4800-hoz képest, hogyha ebből tényleg De vannak veszélyek, tehát vannak veszélyek, tehát én is azt mondom, hogy tök jó lehet még az itérium, de azért vannak bűven veszélyek itt, amik jöhetnek a proof of stake-kel, és, 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 azért itt csomó minden. Tehát Szerintem sokkal unalmasabb lesz, ami utána történik. Tehát most így mindenki föl van pörögve, hogy jön a merge, jön a merge, jön a merge, és utána majd a ja, ugrás, és így ó, lassított felvétel, még utána tényleg ez az egész dolog fölpörög. De hát majd meglátjuk. Ezek feltételezések a részemről. Nyilván nem látom a jövőt, de, de, de úgy gondolom lehet, hogy egy kicsit túl most ezt az egészet. Oké. Okay. Aztán valaki írja, hogy Binance egyik napra a másikra felfüggesztette az accountomat. Ide van írva angolul, hogy mit csináltak, csak a vidró engedi, de sokfajta kriptom révén, amiket azért hagytam meg, mert jó API mellett Lehet, lehetett, ennek elég magas a költsége. Van egy amúgy is rosszabb időszakban, a support csak annyit írt, hogy a döntés végleges. Valaki találkozott már ilyennel, szokatlan tranzió nem volt az elmúlt 8 hónapban, csak depozitoltam, levenni nem vettem le semmit. Ha valaki tud már erről valamit, akkor, akkor nyugodtan írjon. Én most beszéltem pont tegnap valakivel mással, akinek mit tudom, a Coinbase-nél van problémája, és egyszerűen ö, lezárják állandóan az ügyet, és nem hajlandók tovább menni. Egy újabb dolog. Tehát a váltón nem csak az a veszélye, hogy meg fogják hekkelni a váltót. Nem. Hanem a váltó, ha bármi, nem kell megindokolniuk, ha bármi nekik gyanús, ők azt mondják, hogy lezárják. Nincs állami garancia, mint a bankoknál, hogyha mondjuk a vádó becsődöl, akkor ugye, akkor ö, ugye az állam ugye ö, valamennyit fedez belőle. És saját döntésük. Saját döntésük. És én már nem egy ember, tehát ugye nekem sokan írtok, nem egy ember volt, aki azt mondták már a hónapra, kész, nem indokoljuk meg, lesz a végleges a döntésünk, ö, zárjuk az accountodat, oké, okay, utalt ki, amit lehet. És akkor a legrosszabb feltételekkel vagy éppen kiutalod a dolgot. Nagyon sokan abban hittem, ott, 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 ott tartják. De tudd, hogy átadtad a kriptódat valakinek, akit soha nem láttál, soha nem ismertél, csak azért bízom meg benne, mert sokan, sokan azt mondják, hogy jó. Hát, azért, azért, azért itt nekem fenntartásaim lennének. És mindenki, tehát komolyan mondom, mindenki, aki váltón tartja, az legyen tisztában. Tehát ne az ennyi, hogy ó, hát ez történt, és ezt csinálták velem, mert ez benne van, amikor oda feltetted, te kiadtad a privát kulcsod a kezedből, te átadtad a dolgot, és onnantól kezdve, amit csinálnak, ki vagy szolgáltatva neki. Ez nem történik meg mindenkivel, ez nem egy mindennapos probléma, kérlek, ne erre gondoljatok, mert én is igen is használom a váltókat. Csak legyünk azzal tisztában, hogy milyen veszélyforrás ez, és hogy ez megtörténhet. Tehát csak annyit tartok fönt a váltón, amire azt mondom, hogy jó, hát oké, tök jó volt az API, ez volt a buli benne, és de hát ha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor nem úgy. Hát akkor megpróbáltam. Legalább ott ennélkül, hogyha csak ott hagytam volna, mit tudom én, a hardware wallet és azokat még nem lehetett volna onnan stékelni, hogyha ezt nagyon akarod, hogy valami kis kamatot gyűjteni, akkor ugye nem lehet, nem lehet akkor mit tenni. Csak furam az a szempont, nem, nem, nem nálam, nad, itt most csak általánosságban beszélek, hogy, hogy az emberek a mai napig meglepődnek ezeken a dolgokon. Én már nem tudom, több mint két éve csinálom ezt a csatornát, és két éve erről van szó, hogy, hogy ezeknek ki vagyunk a dolgoknak szolgáltat, és ne lepődjünk már meg, hogyha egy centralizált rendszer egyszerűen bedöglik. És, és elviszi a kriptódat. Nincsen vidród, nincsen ez, betiltják a számládat, nem indokolják meg, és így tovább. Mert ez egyszerűen ez a hátránya. És oké, okay. ennyit akkor erről, és köszönöm szépen akkor a figyelmet holnap nem találkozunk, mert hogy hétfőn folytatom tovább a, a akkor jön majd a következő videó. Ugye mindenkinek klassz hétvét kívánok, hogy tetszett a tartalmak, mindenképpen nyomj egy lájkot, valamint Valamint, hogyha érdekelnek a színes infók, és szeretné azért még jobban napra készíteni, akkor kövess be a TikTokon. Mert már ma is tettem föl a TikTok videót, nem olyan dolog, ami itt említek, hanem ott is, és ott még hétvégén is fognak szerintem videók felkerülni. Szóval kis Rövid kriptószösszenetek a TikTokon, a Blockchain blum TikTokján. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, hétfőn találkozunk, mindenkinek szép hétvégét, sziasztok!